Felszámolta a rendőrség a fegyveres tüntetők által elfoglalt körzetet Seattle belvárosában. Az akcióban legkevesebb 36 embert letartóztattak. Fegyveres demonstrálók 3 hete megszállták Seattle belvárosát, ahol egy úgynevezett rendőrmentes autonóm zónát alakítottak ki. Azóta szinte egymást érték az erőszakos bűncselekmények, és több lövöldözés is történt. Legutóbb hétfőn 2 afroamerikai tinédzsert agyonlőttek, többen pedig megsérültek. A város polgármestere ezt követően rendelte el a körzet felszámolását. Pattanásig feszült a helyzet Seattle-ben, ahol tüntetőket csoportja összecsapott a rendőrökkel. Azt követően szabadultak el az indulatok, hogy a hatóságok szerdán megkezdték a fegyveres demonstrálók által elfoglalt úgynevezett rendőrmentes zóna felszámolását. Ám a tüntetők nem akarták elhagyni a területet. A rendőrség legkevesebb 36 embert vett őrizetbe. Az emberek békésen aludtak a sátraikban, de a rendőrök kirángatták őket. Ez őrület, méltatlankodott az egyik demonstráló. Seattle belvárosában már 3. hete kaotikus állapotok uralkodnak, ahol az afroamerikai George Floyd halála miatt robbantak ki tüntetések. A férfi egy rendőri intézkedés közben vesztette életét Minneapolisban. A fegyverekkel felszerelkezett demonstrálók elfoglalták a helyi rendőrőst, és átvették a hatalmat a körzetben. Azóta szinte egymást érik az erőszakos bűncselekmények és fegyveres atrocitások a zónában. Legutóbb hétfőn hajnalban volt lövöldözés. 2 afroamerikai tinédzsert agyonlőttek, több embert pedig súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba. Ez volt az utolsó csepp a pohárban. A város polgármestere ugyan már a múlt héten bejelentette, hogy felszámolják a zónát, most azonban elrendelte a terület azonnali megtisztítását. A rendőrség szerint a lövöldözések elkövetői még a lezárt városrészben vannak, de rajtuk kívül is még sokaknál van lőfegyver. Donald Trump amerikai elnök többször reagált a Seattle-i eseményekre. Korábban belföldi terroristáknak nevezte az erőszakos fegyveres tüntetőket. Élesen bírálta a város demokrata párti polgármesterét is, valamint kilátásba helyezte a katonaság bevetését, amennyiben nem sikerül a helyi vezetésnek helyreállítani a rendet.